Két intézményben 1470 diák kezdi el felsőfokú tanulmányait szeptembertől Nyíregyházán. A Debreceni Egyetem egészségügyi karán a felvettek többsége állami ösztöndíjas képzésben részesül a következő években. Az egészségügyi karon ez év szeptemberében az általános felvételi eljárás során 324 jelentkező nyert felvételt. Ahogy az az országos statisztikából is kiderül, az ápolás és betegellátás alapszakasz elég népszerű a jelentkezők körében. Az országosan felvett hallgatók száma a 6. helyen van. Nálunk is nagyon jelentős a létszám, akit első évfolyamra fölvettünk, az ápolás és betegellátás alapszakon belül továbbra is a mentőtiszt és a szülésznő képzés az, ami leginkább népszerű. A nyíregyházi főiskolára a felvett diákok 90%-a állami ösztöndíjas képzésre jutott be, minden harmadik hallgató pedig mesterképzésen kezdheti meg tanulmányait. 493 nappali és 653 levelező képzéses tanulót fogad szeptembertől a főiskola. A Nyíregyházi Főiskola tegnapi nap során 1146 jelentkezőt vett föl, és ehhez a létszámhoz még várja a pót jelentkezőket. Minden olyan szakon képzésen megkérdettük a pót felvételi jelentkezést, amelyekre most a tegnapi nap sikerült jelentkezőket fölvenni, és sikerült elindítanunk a képzéseket. A pót felvételére augusztus 10-ig lehet jelentkezni. A hirdetmény a felvi.hu-n vasárnap 26-án fog megjelenni, illetve a Nyíregyházi Főiskola is megjeleníti a honlapján. Csak elektronikusan lehet jelentkezni. Külön behívást azokra szakokra, amelyek gyakorlati vagy alkalmassági vizsgához kötöttek, behívót a vizsgára nem tudunk küldeni, de a Nyíregyházi Főiskolán augusztus 17-én 9 órától tartjuk ezeket a vizsgákat, és a pótfelvételi döntés augusztus 26-án lesz. Az új nyíregyházi főiskolások közel fele az évek óta népszerű pedagógus képzésre nyert felvételt.